projektemet úgy foglalnám össze, hogy a lícium barbarumból, mely egy ázsiai gyógynövény, olyan oldatot készítettem, mely rendkívül effektív egy patogén törzs ellen, míg serkenti a jótékony baktériumok növekedését. 15 éves koromban jelentkeztem egy nyári kutatótáborba a debreceni egyetemen, életem első kutatási munkájával fölvettek, és akkor volt rajtam először fehér laborköpeny, de akkor fogalmazódott meg bennem a vágy, az első motiváció, hogy én kutatni szeretnék. Ez a növény pedig a lícium barbarum volt, nagyon magas az antitumor tartalma, és azért érdeklődtem iránta, mert a keresztszomám több súlyos betegségben, köztük rákban szenvedett, az EGRI Egyetemen elkezdtem kutatni, és azon a nyáron belevetettem magam a tudományok világába, egy teljesen új világ volt, melybe a ResearchGate kapuján keresztül léphettem be. A legfontosabb eredményeket úgy foglalnám össze, hogy ebből a gyógynövényből olyan oldatot állítottam elő, mely rendkívül hatásos, egy multidrogrezisztens baktérium törzs ellen, ez a Pseudomonas aeruginosa, amely 341 millió embert érint évente, ugyanakkor serkenti a jótékony baktériumok növekedését. Ez azért jelentős, mert az antibiotikumok felelősek különböző betegségek kialakulásért, gastrointestinális infekciókért, amelyek súlyosabb következményekhez vezethetnek. Ugyanakkor a Richter Gedeon kutató laboratóriumában végeztem analitikai méréseket, ez jelentette a komponensek identifikációját, tehát mérését, illetve leválasztását. De a kutatás ezen felül több, összesen 8 innovációt ölel föl. 2018-ban az a megtiszteltetésért, hogy Magyarországot képviselhettem a Nobel-díjátadón és az azt megelőző világkonferencián a Science 7 keretében. Emlékszem, a Nobel héten találkozhattam a 2018-as orvosi Nobel-díj kutatóval, Tashaku Honjuval, aki beszélgetésünk során megosztotta, hogy mennyire támogatja a nők szerepét a tudományok világában. Ezen kívül az Európai Fiatal Tudósok döntőjén a Kerry Group felajánlásával bioökonomi külön díjat nyerhettem, és így ebben az évben pedig szakmai látogatást tettem a Globális Innovációs Centrumba és a Cork melletti enzimgyártó központba. Az amerikai világversenyen pedig 4. fődíjat kaptam mikrobiológiában, és most ebben az évben pedig újra szerepelhettem az Európai Fiatal Tudósok döntőjén, de mint alumni, hiszen a történelmében először rendeztek alumni konferenciát, és a pár visszahívottak között én is szerepelhettem, ott pedig a tudományos kommunikáció fontosságáról beszéltem, illetve kommunikációs felelősnek választottak meg. Az egyik legfontosabb hozadékának emelném azt ki, hogy jelenleg a SZÁI zsűri tagja vagyok, tehát ebben az évben kiválasztottam többek között azt a magyar fiatal tudóst, aki szerepelni fog a Nobel-díját adom, illetve az amerikai versenyen való részvételem után indítottam el angol nyelven a Drop the STEM nevű podcastomat, fiatal tudósokkal veszek föl beszélgetéseket, főleg ICEF versenyzőkkel, maga a szövetség az ICEF és Majasmire is támogat, tényleg rendkívüli emberek, és az egyik interjú olyan például az ez évi ICEF fődíjas kritik Ramesh, aki például iskolákat újít föl Indiában. Ezen kívül pedig a Stockholmi hétnek a folytatása volt, hogy egy Lund Stockholm bázisú nemzetközi világméretű bioetikai projekt egyik felelőse vagyok, és a szintetikus biológia, illetve a jogfilozófia között szeretnénk kapcsolatot teremteni, hogy azokat a szürke zónákat, amelyek a biotechnológia korával megjelennek, picit kontrolláljuk, és a jó célú projekteket erősítsük. Azt üzenném a fiataloknak, hogy kövessétek a kreativitás inspirált a szenvedélyeteket, a hobbitokat, legyen az tényleg bármilyen tudományterület, mert az innováció nem ismer határokat. Ugyanakkor legyetek stratégikusak és előrelátóak, mert szorgalommal és kitartással tényleg megsokszorosíthatjátok az eredményeiteket, és ne felejtsétek el azt, hogy egy magasabb célért küzdetek, egy olyan projekten dolgozhattok, amely emberek milliói segíthet, és ugyanakkor maradjon meg a tudomány hobbinak, mert tényleg, hogyha valaki ennek a szerelmese, akkor sose fogja teherként érezni, illetve engedjenek szabad teret a kreativitásnak, mert mindig a dobozon kívül születnek a legnagyobb gondolatok.